Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. A Magnificat a szűzanya éneke hangzik fel egy Karemben, amelyet Zakariás és Erzsébet otthonaként ismerünk a bizánci hagyományokból. Lukács evangéliuma csak annyit árul el, hogy Mária az angyali üdvözlet után Júdea hegyei közé költözik. Ez Siti Mariam, vagyis Szűz Mária kútja, ahol a hagyomány szerint Mária és Erzsébet találkozott. A találkozás során a két nő, a Szentlélektől ihletve, profétai módon énekel Isten életükben végzett munkájáról. Mária áldott, mert hisz. Ő a hit letéteményese, ahogy Krisztus a szereteté. Felmegyünk az angyali üdvözlet helyére, a Magnificatba. Jobbra tőlem láthatóak Júdea hegyei. Ebben a szentélyben Barlocci olasz építész a történelem azon pillanatait akarja megjeleníteni, amikor megénekelték Mária dicsőségét. Íme ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Most az angyali üdvözlet helyén vagyunk, ahol Barlocci megfestette Mária dicsőségét. Elevenítsük fel röviden a Magnificat szövegét. Mária így szól, magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Egész élete Isten dicsőségének ünneplése, ő maga is részese a dalban foglaltaknak. Isten rátekintett szolgálója alázatára. Az eredetiben tapeinosis, amit jelentéktelenségnek fordítanánk, mert ami az emberek számára jelentéktelennek tűnik, az Isten szemében nagyszerű, mert ő az ő történetét, vagyis a mi történetünket olyasmire építi, ami az emberek számára jelentéktelennek tűnik. La sua storia, la nostra storia, su quello che agli occhi degli uomini non appare importante. Mária Szentlélek által ihletett éneke, a Magnificat. Isten tetteit úgy ünnepli, mint már megvalósultakat. Csodát művelt erős karjával, a kevékendőket szétszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt. Betölt, elbocsájt. A görög szövegben ezek az igék múlt időben szerepelnek, ezért legszívesebben megkérdeznénk Máriától, hol látta ezt a fordított helyzetet. Hogyan énekelhet múlt időben arról, ami még meg sem történt? Mária akárcsak a proféták Isten tetteiről énekel, amelyek már részei a történelemnek. Isten azon munkálkodik, hogy minden ember élete jobbá váljon. Mária ezt a saját életében tapasztalta meg. Isten meglátta szolgálója kicsinségét és jelentéktelenségét. Dio ha guardato alla piccolezza, all'insignificanza della sua serva. Ancora, Mária kétszer említi az irgalmat a Magnificatban. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők. Mária megemlékezik irgalmáról. Isten kegyelmes, bensőséges szeretete az énekben nem olyasmi, amire még várunk, hanem éppen ellenkezőleg, valami olyan, ami már jelen van. A zsoltárokban gyakran látjuk az imádkozó embert, aki arra kéri Istent, hogy emlékezzen irgalmára. Mária ezzel szemben azt mondja, hogy Isten már megemlékezett irgalmáról, és hogy ez az irgalom élő, jelen van a történelemben. Testvéreim, Mária arra hív bennünket, hogy Isten dicsőségét énekeljük, és ismerjük fel. Isten azon munkálkodik életünkben, hogy megvalósítsa üdvösség tervét. Mária anyai közbenjárása által adjon nekünk olyan hitet, amely túlmutat emberi látókörünkön és földi nézeteinken. Ámen. Che va oltre gli orizzonti umani e le nostre visuali terrene.